Üdvözlöm a Kölcsey Televízió nézőit, a mai víkend témái minden korosztályt érinteni fognak. Beszélgetünk majd Dávid Mihállyal, szó lesz egy fiatal költő és írónőről, valamint foglalkozunk majd a tinik illemtanával, de kezdjük az adást és a legkisebbekkel, és hogy miért fontos számukra a mesehallgatás. A mesék és a meseolvasás nagyon fontos a gyermekek életkorában, egészen pikikortól kezdve, a nagyobb gyerekeknek is, és egyáltalán nem felcserélhető a tévében megnézett mesével, bár jó, akik tudják egészíteni egymást, az, hogy leülünk a gyermekünk mellé, és akár fejből, akár könyvből mesélünk nekik, az egy olyan élmény, ami egyrészt a kapcsolatunkat is erősíti, másrészt az ő pozitív személyiségfejlődéséhez is nagyon sok mindent hozzáad. Segít neki abban, hogy megismerje a világot, amiben él, egy ilyen kapaszkodót biztosít számára. Segít abban, hogy a félelmeit leküzdje, hogy a feszültségeit feldolgozza, és egy olyan keret berendezze a mindennapi eseményeit, amitől ő jobban boldogul, amitől kicsit magabiztosabbá válik. Ugye itt azt mondtad az előbb, hogy már egészen pici kortól ez mit jelent, mikor érdemes ezt elkezdeni, amikor már úgy tényleg hatással tudunk rá lenni vele a gyerekekre? Igazából már egészen magzati kortól fogva el lehet ezt kezdeni, akkor viszont még nem erről a klasszikus meseolvasásról, mesélésről, sokkal inkább a mondókák, verses meséknek a meséléséről beszélhetünk. Azért fontos ez, mert itt már megismeri az édesanyának a hangját, és ezek a kis mondókák a ritmusukkal, a dallamukkal egyrészt jó hatással van a fejlődő idegrendszerükről, de másrészt megnyugtatja őket. Már ad egy olyan biztonságot, amit a kicsi születése után felismer az édesanyja hangjában, meg megismeri ezt a közös élményt. Utána lehet ezeket a közös fölbéli játékokat játszani, ami a szemkontaktust is magába foglalja, illetve szintén egy ilyen mozgásos, ritmusos dolgot biztosít, ami szintén segíti az ő érzelmi, szellemi fejlődését is. Picit később, már amikor olyan másfél évesek a gyerekek, akkor érdemes olyan rövid kis történeteket mondani nekik, ami az ő kis életük történéseit magába foglalja. Például elmesélni este a napját, felkeltünk, sétáltunk, ezt láttuk. Nem fogja még pontosan érteni, hogy miről van szó, de ezek a kis benyomások segítik őt abban, hogy feldolgozzák az élményeket. Már egy picit később, amikor olyan 2-3 évesek, akkor érdemes ilyen kis állatmeséket, vagy gyerekekről szóló meséket mondani, vagy olvasni nekik képek segítségével. Ezek szintén fontos az, hogy még rövidek legyenek, és egyértelműek legyenek, tehát tudják őket elhelyezni a valóságban. Majd olyan 4-5 éves korukban kezdődik el az, hogy ténylegesen értik, meg ezeket szimbólumokat meg tudják ismerni. Itt érdemes már népmeséket, minden meséket mondani, és iskoláskorba jutnak el ahhoz, amikor ilyen valósággal kapcsolatos, vagy ilyen fantasy történeteket hallgatnak. Amikor azt mondod, hogy rövidebb meséket mondjunk még ilyen nagyon pici gyerekeknek pár évesen, akkor milyen időtartamra gondolsz? Egy akár 2-3 percre, egy ilyen néhány mondatos, néhány eseményt felvillantó történetekről beszélhetünk. Az a szerencse, hogy annyira széles a gyermekkönyvek választéka, hogy külön korosztályi ajánlás is van, és most már azért én azt mondom, hogy sokkal könnyebb eligazodni, hogy egy kicsi gyereknek mi az, ami életkorában megfelelő választás lehet. Igazából itt a legnagyobb hozadéka ezeknek a közös meseolvasásoknak, hogy együtt törlik az időt. Nem is a pontosság a lényeg, hanem hogy az anya megosztja vele ezt az időt, és nem ezekre a hibázási lehetőségekre érdemes odafigyelni. Én azt gondolom, hogy sokan emiatt is úckodhatnak esetleg a fejből meséléstől, mert lehetséges, hogy tartnak attól, hogy nem tudnak olyan fantáziadúsan, vagy olyan szépen szabadosan fogalmazni, mint ahogy egy mesében le van írva, de itt is érdemes megpróbálkozni, mert sokkal többet elárul a szülő magából, meg sokkal több mindent megmutat magából a szülő, hogyha megosztja ezeket a gyermekével. És talán érdemes... Nem hibáztatja
Igen. És talán érdemes lehet akár a gyereknek is a segítségét kérni. Én például hallottam olyan ismerősről, hogy egy gyerkőcre vigyázott, és a kislány saját magától kezdett el egy történetet kitalálni, és úgy vonta be a felnőtteket ebbe a mesébe. Pontosan. Nagyon jó játék lehetőség ez, hogy közösen találunk mesét, akár ha több gyermek van, és akkor a szülő elkezdett valamilyen történetvázlattal, vagy valami induló mesével, és ki lehet találni felvárva, hogy egyrészt milyen hősről meséljünk, mi legyen a mi mesénknek a főhőse, és hogy milyen kalandokban vegye el részt, milyen nehézségekkel találja szembe magát, milyen megoldási lehetőségei vannak, hogy leghozni ezeket. Nagyon sok mindent megtudhatunk a gyermekünkről egy ilyen játékban, mert láthatjuk azt, hogy mik a félelmei, milyen eszközei vannak ezeknek a leküzdésére, és meg is erősíthetjük őket abban, hogy ezeket bátran használják is. A mesekönyvet, hogyha anyuka olvassa, akkor a gyerek ott van mellette és látja azokat a rajzokat, amik ott vannak benne, akkor nem indul el valamilyen más irányba a fantáziája? Nem korlátozza ezt? De. Pontosan, ezért is ajánljuk mindig a fejből mesélést, mert ott teljesen a gyermek belső fantáziája, a belső képei fognak elindulni. Hogyha a gyerkőc inkább a gonosz szerepébe akarja egy kicsit beleélni magát, akkor hagyni kell. Egész addig, amíg csak a mesében van, addig nincs baj. Igen, pontosan, mert egy olyan gyerkőc, aki egész nap azt hallja, hogy jól kell viselkedni, ügyes gyereknek kell lenni, nagyon felszabadító tud lenni, hogyha lehet egy kicsit rosszalkodni és gonoszként viselkedni, vagy akár le is játszani ezeket a dolgokat, el is játszani, elbábozni, lerajzolni, durmával megmunkálni. Tehát minden, ami utána még a mesével való dolgozás, a mese feldolgozása, az mind-mind nagyon hasznos a gyerekeknek való segítésben, illetve a fejlődésükben. Ha eleget olvasunk a gyerkőcöknek, akkor tini korukban sem lesz majd velük semmi különösebb probléma. A témát Koncz Veronikával folytatjuk, protokoll és PR szaktanácsadó. Úgy gondolom, hogy egy nagyon különleges előadásra készülsz. 18-án, február 18-án a Móri Zsigmond könyvtár YouTube csatornáján elsősorban a tinikhez szólsz. Mi lesz az előadás címe? Igen, a Tini Illem a Jómodor alapjai címmel tartok előadást a könyvtárban, megszólítva a fiatal generáció tagjait. Főképpen most a köszönésről, az üdvözlésről, a találkozási szituációkról, különböző helyzetekben, iskolában, könyvtárban, múzeumban, mi ez a viselkedés, amelyet érdemes elsajátítani és tudni a fiataloknak. De szó lesz a netiketről is. Ez nagyon érdekes, mert azt gondolja az ember, hogy ha ezt tini korban kell megtanítani a gyerekeknek, akkor talán már késő. De hát mégis azzal szembesülünk, hogy talán ilyenkor van egy ilyen pici identitászavaruk is, még nem felnőttek, de már nem gyerekek, belépve egy üzletbe például nem tudják eldönteni, hogy hogyan is szólítsanak meg valakit, akiről el sem tudják dönteni, hogy hány éves, mert ugye sokszor az sem egyértelmű. Mekkora a szülők felelőssége abban, hogy a gyerekek ne érezzék mondjuk ennyire bizonytalannak magukat a világban? Nagyon nagy, és nyilván nem tini korban kell kezdeni az illemtanoktatását, hanem egészen pici gyermekkorban, amikor ő még nem is tud beszélni, tehát a szülő mintaadóként szolgálhat a gyermeke számára, hiszen használja az udvariassági formulákat, ahogyan ő beszél a családtagokkal, azt a viselkedési formát és a kommunikációs stílust fogja átvenni a gyermek, és amikor megszólal, akkor érdemes ezekre oktatni őt is, tehát kérem szépen, köszönöm, légy szíves. Tehát a gyereknek ez otthon általános, akkor nem lesz gondja a különböző társalgási helyzetekben sem. És ezt ugyanígy óvodában és iskolában is érdemes fejleszteni. Gyakran elhangzik a szülők szájából az, hogy bezzeg az én időmben, amit persze gyerekkorban az ember nagyon utált, amikor a saját szülei ezt mondták, de hát tényleg a világ folyamatosan változik és más. Gyakorlatilag nem csak a tinik azok, akik szembesülnek azzal, hogy esetleg nem érzik magukat teljesen komfortosan ebben a világban, hanem szerintem sokszor a szülők is hasonló helyzetben vannak. Már nem érvényesek a régi szabályok, de valahogy nem tudják elsajátítani az újat. Lehet azt, hogy egyszerre tanuljon a szülő és a
gyermeke is, például illemtant, elképzelhető ez a szituáció? Így van, tehát éppen ez az a kor, amikor már a szülők sem tudhatják az illemszabályokat, úgy, mint akár nagyszüleink korában, mert akkor még az akkori családmodellben illet megtanítani a gyermekeket a megfelelő köszönésre, megszólításra. Több generáció élt együtt, ezért sokkal könnyebb is volt ezt elsajátítani. Tehát napjainkban pedig a protokoll szaktanácsadók oktatják a gyermekeket és akár a szülőket, pedagógusokat, tartanak előadásokat, mint ahogy én is, iskolákban és különböző közösségi intézményekben, kulturális intézményekben, de akár az üzleti szférában is. Mi a tapasztalatod, milyen a fogadtatásod mondjuk egy-egy iskolában? Nagyon szeretik a gyerekek ezeket a foglalkozásokat, egyre inkább megnyílnak és érdeklődőek, de nagyon sok kérdést tesznek fel, és tényleg azt tapasztalom, hogy ők nem tudják ezeket az ismereteket. Tehát nem azért nem tartják be az illemszabályokat, mert nem akarják, vagy hanyagok, vagy nem foglalkoznak vele, vagy ez ma már nem divat, hanem azért, mert nem tudják. Tehát pontosan szituációkon keresztül mi átvesszük ezeket a helyzeteket, gyakorlatokat, mi az, ami a kulturális norma, mának megfelel, mi az, amit kommunikációs szinten kell megbeszélnünk, és akkor ők ezeket szépen gyakorolják, előadják, és ezután már nem okoz nekik gondot, akár majd felnőttként sem egy munkahelyen az, hogy különbözőképpen szólítsanak meg illetőket, vagy főnökeiket akár. Ez például állásinterjún is nagyon előnyös. Olyan szokott lenni, hogy visszamész ugyanabba a közösségbe? És leteszteled, hogy tulajdonképpen mennyit tanultak? Igen, hát azért is megyek vissza, mert visszahívnak. Tehát ahol elkezdünk egy munkát, ott általában sorozatot kérnek utána, és igen, nagyon sokszor teszteljük azokat a helyzeteket, hogy ők mit tanulnak, mit tapasztalnak, és maguk a gyerekek is jelzik szülőkön, tanárokon keresztül, hogy még ez vagy ez a terület érdekes lenne nekik, tehát szívesen hallanának erről. Most február 18-a ugye elsősorban a tinikké lesz, de én úgy gondolom, hogy a te munkád ettől ezerszer szertágazóbb, és ugye nyilván nem csak ezzel a generációval foglalkozó, hanem mindenkivel, aki megkeres. Egy picit talán arról mesél, hogy hogy néz ez ki Nyíregyházán. Valaki bekopog, és azt mondja, hogy kedves Veronika, én úgy érzem, hogy ez a stílus valahogy nem jön be a környezetemnek, és szeretnék változni, de nem csak a külsőségekben, hanem talán egy picit a magában, a személyiségemben is. És akkor te, mint egy ilyen kis jó tündér, egy varázspálcával mindezt pár hét alatt meg tudod oldani? Pár hét alatt, tehát több alkalommal sikerült, tehát természetesen előtte telefonon egyeztetünk, és elmondja az illető, hogy ő mit szeretne, mire van igénye. Nagyon sokan jönnek, és egyébként nem csak hölgyek, férfiak is azzal a kéréssel, hogy világosítsam fel őket az illemtan alapjaira, mert érzik a munkahelyükön és a környezetükben, hogy valami hiányzik nekik. És mások pedig azzal jönnek, hogy az öltözködésükkel valami nincs rendben, mintha nem talál a saját stílusukat. Ezt pedig nagyon jól lehet formálni, erre beszélgetésekre van szükség, és ahhoz, hogy megnyíljon az illető. Tulajdonképpen, hogy látod, a divat ebből a szempontból segít az embereknek, vagy éppen egy nehezített helyzet, mert hogy mindent magunkra aggatunk, amiről azt gondoljuk, hogy esetleg annak az évnek a színe, vagy a trendje, és közben pedig nem is illik a személyiségünkhöz. Így van, tehát a divat kavalkádjában gyakran eltévednek az emberek, mert akkora a kínálat, és nagyon nehéz választani a nagy repertoárból, ami elég tárul. Így viszont nehezebb dolguk van, és éppen ezért van nehezebb dolguk ma az embereknek, mert nem csak egyfajta öltözködési stílus van, hanem különböző színek vannak, formák, és most már azok az öltözékek is kaphatóak az üzletekben, amelyek régen mondjuk elérhetetlenek lettek volna egy bizonyos réteg, korosztály vagy kulturális réteg számára. Hát a téma azt gondolom, hogy legalább egy, nem egy alkalmat, hanem legalább több hónapot is kimeríthetne. Hát most akkor február 18-án a tinikre koncentrálsz, és én mindenkinek azt javaslom, hogy akár személyesen is keressen, mert biztos, hogy rengeteg és nagyon izgalmas dolgot tudsz majd tanítani a kedves nézőknek. Köszönjük szépen! Én is köszönöm! Csak egy pár évet lépünk a tinik után,
Van Nyíregyházán egy fiatal költő, írónő, aki már számos alkalommal volt a Weekend vendége, újabb és újabb köteteivel, ez a hölgy pedig nem más, mint Nagy Zsuka, aki érd legpatinásabb irodalmi elismerését, a Bella István díjat vehette át a Magyar Kultúra napján. Szia, jó estét! Nem csak, hogy úgy bármilyen téma kapcsán, hanem azért nagyon sokszor díjak kapcsán hívunk ide a Weekend stúdiójába. Most nem mondom azt, hogy majd csak akkor hívunk, ha díjat kapsz, mert nyilván az élet meg annyi területéről tudnánk beszélgetni. Most már ilyen rutinos díjbeszedő vagy? Hát azért azt nem mondanám, sőt, igazából egy szorongó ember vagyok. És mindig megijedek, ha egy díjat kapok, mert annyira szeretnék megfelelni mindenféle dolognak, és nem feltétlenül gondolom, hogy díjat kapok akármiért is, és amikor megkapom ilyen veretes dolgokat, akkor mindig úgy megszeppenek, hogy akkor most hogyan kell viselkedni ezen díj után, és mik az elvárások, mennyire tudok megfelelni nekik. Érdekes ez, mert egy kicsit lehet, hogy ennek is van egy protokollja. Lélektana van. Lélektana van. Aha. Ja, protokollja is van egy diátadónak, de itt belül lélektana van nekem legalábbis. És az elsőhöz képest, az első díjhoz képest van változás? Vagy egyetem meg lehet ezt szokni, Zsuka? Hogy érzed? Alkati kérdés ez, azt gondolom, egészséges önértékelés is szerintem. Engem nem feltétlen a díjak erősítenek meg önmagamban, hanem ilyen emberi baráti visszajelzések, tehát engem mindig is az ember érdekel mindenben. És azért is fontos ez a díj most a többihez képest, hogy csatlakozzak a kérdésedhez, mert egy költőről elnevezett díj, és egy költőnek szól ebben a furcsa digitális világban, odafigyelnek a költőre, odafigyelnek a versre, tehát van még emberi arca talán a világnak ezáltal, tehát metaforikusabb számomra ez a díj. Meg ugye, amikor az ember fel kell melankolikusan reggel, és megnyitja a levelezését, és akkor az áll benne, hogy kapott egy díjat, azért az jó érzés tud lenni. Aztán elmúlik, aztán ilyen algoritmusa van, és amikor oda kerül a sor, az ember egy nagyot bénázik, amikor át kell venni. De ez is alkati kérdés. De nagyon szép átadó volt ahhoz képest, hogy kevesen lehettünk. Az érdiek ragaszkodtak hozzá, hogy személyesen megjelenjünk, tehát hogy ne csak postán küldjék el például, hanem volt azért egy átadó, úgyhogy szép volt és méltó volt, és nagyon szépen köszönöm. De maga a Bella István számodra mennyire állt közel hozzád, vagy mégis maga az nyilván most, hogy a díjat megkaptad, az is egyfajta elismerés, de azért van valami kis aranyfonál közted és köztek. Érdekes, mert ugye Ratko Józsefet nem kell ugye ebben a városban és a megyében megemlíteni, és ő is a Hetek költői generációnak a tagja volt, vagy csoportosulásának a tagja volt, és Bella István is, és az a megtiszteltetésért, hogy mind a két díjjal rendelkezem, hogy ilyen semlegesen fogalmazzak. De amikor fiatal voltam, akkor volt egy kötet, egy Bella István kötet, Szeretkezéseink, ez volt a címe, és valami csodálatosan, mélységesen szép szerelmes versek voltak benne. És akkor nem olvastam ilyen tiszta és őszinte, intim és mégis finom verseket. És igazából nekem ez a kötet meghatározó is volt, mondhatom ezt, igazából az elhasznált szó, akkor a költői élményeimben, ugye ez több mint 20 éve volt már, és akkor Nagykállóból vettem ki, mert ott tanítottam, és sokat jártam a Ratko József könyvtárba, és onnan vettem ki a Bella István kötetet, és bizony nem vagyok rá büszke, de talán elfelejtettem visszavinni. És akkor volt egy nagy átalakulás, ugye megszűnt sajnos ugye az épület is, és akkor valahogy az elsikkadt, és szerintem mind nekem ajándékozták. Hát szerintem az a kötet neked volt rendelve. Tudták, hogy 2021-ben pedig itt ülsz majd egy ilyen oklevéllel. Egy olyan 2021-ben, ami felé elég nagy elvárásaink vannak, hogy egy kicsit könnyebb lesz, hogy több levegőhöz jutunk. Az írás sokak szerint egy nagyon jó
terápiás eszköz, ugye, mindenféle belső érzést, élményt egy kicsit, mint egy kuhónát lehet fújni, és valami csoda születik, tehát te könnyű helyzetben vagy. Szóval az egész pandémiás helyzet valami termékenység felé vezeti azokat, akik jól írnak. Te hogy látod? Nem feltétlenül így, azt gondolom, hogy úgy érzem, hogy most nagyjából úgy él a világ, ahogy egy költő, egy kicsit úgy zártan és olyan magányosan és így zárványszerűen, amennyire is szoktam mondani, egy költő nyitány is. Uh-huh. Én magam is olyan magányos ember vagyok, de annyira közösségi is, és ezt a közösségi felemet teljesen levágták tőből, és ez bizony hiányzik, ez a közösségi lét, és az emberek arca, tekintete, nekem az nagyon fontos, az érintésnek az üzenete, tehát úgy embertársilag. Nagyon-nagyon fontos. Én ebből létezem. Szeretek az utcán járni és nézni az arcokat, a tekinteteket. És most csak maszkok vannak, és a számomra rémisztő, és nem jó, hogy így fogalmazzak. És bizony-bizony az alkotás sem megy nekem úgy valamiért. Én magam sem értem, és lehet, hogy nem most fogom tudni ezt kibontani, mert sokat gondolkozom ezzel, hogy mi a csodáért, de szorongok, és kétségbe ejt azért az egész történet, és nagyon fegyelmeznem kell magam, hogy tudjak koncentrálni az írásra. Tehát szóval van egy aggodalmam a jövő, vagy a világ, vagy az ember iránt, még ha ez ilyen nagy szó is, de egy szó, hogy így van. Én mindenkinek azt kívánom, neked főleg, hogy szorongásod oldódjon egy olyan világban, ahol lekerülnek a maszkok, ahol a tekintetek összekapcsolódnak, és ahol ismét érintésekkel merjük egymás felé kifejezni a szeretetünket, vagy ha nem, akkor azért nem, mert nem akarjuk esetleg éppen azt az érintést a másikkal megosztani, és szívből gratulálunk neked. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, ha tehetik, önök is olvassanak minél többet, erre ideális alkalom, amikor odakint például esik az eső és rossz az idő, és hogy 2021-ben ez mikor várható, többek között ez is kiderül a következő percekben, Dávid Mihállyal beszélgettünk. A témával 1972 óta foglalkozok tulajdonképpen, mert hál' Istennek nekem volt a feladatom végig, és 74-re készült körülbelül az első előjelzés, de most néztem a napokban, és úgy is van ráírva, hogy 48 éve kerül forgalomba, pontosabban 49, úgyhogy jövőre lesz a naptárnak az életideje éppen 50 éves. Azért az nagyon szép idő. Hogy jött először az ötlet, hogy el kell készíteni egy ilyen naptárat? Az, hogy el kell készíteni, az már akkor jött ki, 74-ben, amikor a lányom kérésére, vagy figyelmet elhívására megnéztem, hogy a hold mozgatja a levegőt. Én, mint mérnök, tudtam, hogy mozgatja, mert hát nem is lehet más, de utána néztem jobban, és kiderült, hogy a tudomány akkor se, de most még mindig a mai napot se úgy foglalkozik a témával, hogy igen, a hold mozgatja, tehát akkor milyen jó, hanem én egyedül hozzákezdtem majdnem a semmiről, és 74-75-től kezdve már ismerősök kérték, mert beszélgetésből előjött, hogy ez már megoldható, és kérték lassan, és egyre nagyobb ott az igény a forgalomba, és hát szépen most már ott tartunk, hogy ha mindent összeállítunk, mindenféle érdeklődő hamisítványt, kalózkiadványt meg egyébet, akkor körülbelül 200 000 ember tudja most használni a előjelzést. Van tapasztalat arról is, hogy hamisítják? Az ilyen ügyben az mindig vele jár, mert adjál már nekem is, adjál már nincsen, hát akkor mások le. Ilyen értelemben hamisítják. Olyan értelemben még nem tapasztaltam, hogy valaki a nevemben adott volna ki másik példányt, de olyat, hogy kalóz példányok vannak és voltak, az azért fordul elő, hogy már amikor igazán forgalomba került, akkor is kevés volt a példányszám, és hát sokakhoz nem jutott el, meg akkor látta, amikor már elfogyott a forgalomból, úgyhogy másoljunk akkor, és ilyenféleképpen összejön a 200 000 ember, aki kapcsolatba kerül a témával. Azért ugye szóba került az, hogy jövőre lesz 50 éves ez a naptár. Úgy mik van. A tapasztalatok, mennyire pontosak ezek az előrejelzések? De az a kérdés, hogy a pontosságát hogy vizsgáljuk? Mert mindenféle előrejelzésnél
tudni kell, hogy mi volt a cél, mit akartunk elérni, honnan indultunk, mivel dolgozunk. Ez egy hosszú távú előrejelzés, amivel nyilván a folyamatot tudunk előrejelzni, és hát nem a napi adatokat, de voltak olyan évek, amikor napra pontos volt, és most is a hőmérséklet nagyon-nagyon jól működik, úgyhogy idegen szemével vagy sülével már nem is hinném el, hogy ezt lehet csinálni. Igen, nagyon jó, hogy mondta ezt a dolgot, hogy mi ennek a célja. Akkor tulajdonképpen nem az, hogy napra pontosan megmondjuk, hogy milyen idő várható. Pontosan így van, mert ezt a központi szolgálat, hogy a műholdas előjelzők az, hogy ezt tudják, ki néhány napra, de ez egy évre mondja meg, hogy a jövő héten vagy a jövő hónapban mire készülhetünk. Akkor tulajdonképpen kik és hogyan tudják hatékonyan felhasználni ezt a naptárat? A legegyszerűbb dolog a kíváncsi emberek. Ott kezdődik. A második része az, hogy akik gazdálkodnak, egészen a csirke ültetéktől a gumicsizmájárásig, meg a nagykabát kereskedőig, tulajdonképpen és a mezőgazdaságnak minden ága, föl ezt nem lehet sorolni, mert az időjárás az egész életünket átszövi, és tulajdonképpen rengeteg embernek hasznos. Az érdeklődés az folyamatosan növekszik, és hát most már kinőtt minket vagy engem, mert én ugye egyedül vagyok, mint Dávid Mihály. A család segít a megvalósításban, de inkább a forgalmazásban, és most már ott tartunk, hogy gondolkodni kell azon, hogy egy állandó segítséget kell bevonni, mert így nem fogjuk írni, győzni az érdeklődést. Azért azt tapasztalhattuk az elmúlt években, hogy nagyon megváltozott az időjárás. Mi az, ami így előre látható a 2021-es évre? Az első dolog az, amit előre is jeleztünk, az a hideghullám, ami már lement. A másik hideghullám, ami most érkezik, és utána a jövő hónap 20-áig, vagy a végéig fog visszaállni a hőmérséklet nagyjából a normálisra. Március 15-e táján már egészen tavaszias idő lesz, és a hónap beosztáshoz jól lehet igazodni, mert most például úgy néz ki, hogy minden hónap végére adódik egy fölmelegedés, és minden hónap közepére adódik egy lehűlés. Ez abból adódik, hogy ez az igazi természetben való alkalmazkodás, és hát ezt lehet előrejelezni, amit már tapasztalatból tudunk. A névi megfigyelésekkel nem tudunk foglalkozni, mert azok szépek, jók, de nem ilyen célra használhatók. Nekünk el kell készíteni az előrejelzést, figyelni kell a bevállást, és a következő événél szintén figyelembe kell venni, hogy most akkor hogy sikerült eltalálni, vagy egy kicsit hogy tértünk el a jótól. Hogyha mi most a kíváncsi emberek sorát erősítjük, csak egyetlen egy kérdés, lesz igazi nyár? Mondom, kezemben van most az előrejelzés, 6. hó végéig lesz a felmelegedés, és a 6. hó közepén lesz egy jelentős lehűlés. A 7. hónapban, szintén a hónap 2. felében lesz egy jó felmelegedés, a legmelegebb napok akkor lesznek a 7. hónapnak a 25. táján. És a 8. hónapban, az utolsó 10 napban, akkor még meleg lesz, de szeptember elejétől viszonylag gyorsan fog behűlni, és a 9. hó, tehát szeptember végére már szokásától eltérően fagyhat éjszaka, és hát az ősz az előbb lesz hűvös, mint ahogy szoktuk. Ez az év olyan lesz, hogy az eleje egy kicsit hasonlítani fog a másik részéhez, mint a másolnál második felét, és a második fele az évnek, pontosabban az utolsó 3 hónap, az már sokkal hűvösebb lesz annál, mint ahogy megszoktuk. Kedves nézőink, elérkeztünk a mai weekend végéhez. Jövő héten ugyanebben az időben folytatjuk, de érdemes lesz már 17 óra 45 perckor a Kölcsei Televízióra kapcsolni, ugyanis indul az új Hangpróba című műsorunk, ahol eddig kevésbé ismert zenekarok mutatkoznak majd be. Addig is kellemes pihenést és jó hétvégét kívánok kollégáim nevében is, viszontlátásra!